A Kalocsai Gyermekotthonban tartott konferencia alaphangulatát az intézmény gondozottja Ferenc Elek Kende szavalata adta meg, majd Juhász Gábor intézmény vezető köszöntötte a megjelenteket. A kollégák között helyet foglalt dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, a rendezvény fővédnöke, Font Sándor országgyűlési képviselő, dr. Filvég Géza polgármester, Fülöp Attila a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, és Bóbis Attila kalocsai rendőrkapitány. Az egész napos program vezető témája az engedély nélküli eltávozás a szökés volt. Ezt időszerűvé tette, hogy az utóbbi években megugrott az ilyen esetek száma. Ami itt a központi speciális gyermekotthonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyereket bent tudjuk tartani az intézménybe, bár ez borzasztó gondot okoz, hiszen ezek a gyerekek úgy érkeznek az intézménybe, hogy rögtön egy falat húznak maguk köré, és nyilván a gondtalan életből belecsöppennek a mindennapi malomkerék forgatagába. Nyilván ez egy nehéz dolog, pláne hogyha még ugye egy kis személyiségzavar, egy kis kábítószerhatás, egy kis különböző dolgok még benne is vannak a pakliba. Szóval, hogy ezekkel a gyerekekkel valamit kezdenünk kell, és én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor vagyunk jó, hogyha minél kevesebb a szökött gyerekünk. A továbbiakban Font Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki a kegyelmi ügy és Novák Katalin köztársasági elnök lemondásának gyermekvédelmi vonatkozásai kapcsán úgy fogalmazott: ebben a nehéz helyzetben a gyermekvédelemben dolgozók szerepe és feladata még komolyabb, még nagyobb kihívás. Nehéz időszak az, ami most van. A parlament előtt jelenleg az általunk még szigorúbbnak gondolt gyermekvédelmi törvény jelenleg is vita alatt van. Kiki ennek az olvasatát akarja maga felé fordítani. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy az Európa Unió majd mit fog szólni, mert 100%, hogy feljelentés lesz belőle az emberi szabadságjogokra alapozva majd, hogy nem fér bele az uniós jogrendbe az, amit most alkotunk. A folytatásban dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a Regnum Marianum nevű, a 19. század végén életre kelt ifjúsággal foglalkozó programról szólt, amely közösségnek ő maga is tagja. Fülöp Attila államtitkár a jelenlévők köszöntése után kifejtette, aki a gyermekvédelem területén dolgozik, az nem a mindennapi dicsőségért, hanem valami sokkal fontosabbért teszi. Kevés olyan szakma van, és kevés olyan hivatás van, ahol egyébként emberek életét lehet megfordítani, átváltoztatni, vagy áthúzni A pontból B pontba, még akkor is, hogyha ez rengeteg nehézséggel, meg rengeteg erőfeszítéssel jár. Dr. Filvi Géza polgármester is üdvözölte a megjelenteket, beszédében hangsúlyozta, hogy mennyire szerencsés az, aki szerető, gondoskodó családban nevelkedik. De mi van azokkal a gyermekekkel, akik nem ilyen körülményekben jönnek, és bennük van a vágy a szeretetre, a gondoskodásra, abba, hogy a kis maguk tehetségét valaki meglássa és segítse annak a fejlesztését, és akkor jönnek önök, és hogy vágynak azokra a védelmekre, amit a káros külső hatásoktól esetleg a családi körülmény nem biztosít nekik, és szintén akkor jönnek örök és az intézmény. A rendezvényen Fülöp Attila államtitkár riporteri kérdésre válaszolva elmondta, ma már az állami gondoskodás alatt álló gyerekek több mint kétharmada nevelőszülőknél él. Amikor kilépnek, fiatalok lesznek, fiatal felnőttek lesznek, kilépnek ebből a gyermekvédelmi rendszeréből, mi történik velük? Ezért indítottuk el azt az Apponyi Franciska programot, ami pedig a munkavállalás segíti, a munkavállalókat köti össze ezekkel a gyermekekkel. Bóbis Attila rendőrkapitány az előadások előtt munkatársunknak kifejtette, a gyermekvédelemben a legfontosabb és a legjobb eredményre vezető munka a megelőzés. 3 hete voltam itt pont személyesen egy előadást tartani, és már a következő előadásra is egyeztettünk időpontot a vezető úrral. Én összességében, amit előadtam a fiataloknak, sok-sok személyes példa, hogy egyrészt ismerjék meg a rendőrt, hogy ő is ember, nem ellenségek vagyunk, mi segítők vagyunk, és olyan példákat hoztam az előadásomba, amit egy életvezetési tanácsként kell, hogy vigyenek magukkal. A szakmai előadások sorában előbb a rendőrség delegátjai világították meg a kérdést a rendvédelmi szakma szempontjából, majd a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek osztották meg a kollégákkal gondolataikat,
tapasztalataikat.